Kassai Nemzeti Színház színpadán vagyunk, és nagyon örülök, hogy ma nem csak itt Kassán, hanem 1924-ben is vagyunk, Theater an der Wien, a bécsi színházban, ahol ugye az ősbemutató történt. 100 éves a Marica grófnő, és nagyon örülünk, hogy nem csak mi Kassán, hanem az egész világ ünnepli ezt a fantasztikus operettet a 100. évfordulón bemutatandó Marica grófnőben. Több magyar énekes és énekesnős énekel, így Éva Bodor, Titus Tóbisz és Kovács Márton. Mindig jó egy kicsit felelveníteni a komédiális dolgokat, azt, hogy az embernek van egy óriási mosoly a lelkében, és ez Kálmán Imre mindig, minden este alátámasz, ahányszor taszíló szerepébe bújok. Ez a második alkalom, amikor megformálom egy második produkció. Először magyarul játszottam a Thália Színházban taszíló szerepét. Ugye a híres helycigány áriát, meg a mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Szlovák fordításban teljesen más értelmet kap. Nincs annyira megírva a bohém élet ebben az egész szerepben. A szlovák fordítás azt hiszem, hogy a német verzióból jön. A magyar sokkal, sokkal észszerűbb és vagányabb fordítás. Hát én azt gondolom, hogy a Marica grófnő szerepe az egy nagyon-nagyon jó szerep, ami azt illeti, minden egyes szólista, aki ezt a szerepet énekli, akkor azt a könnyedséget érezheti. Itt átélhetek olyan pillanatokat a színpadon, főleg Titus Tóbisszal, amikor tényleg szabadra engedhetem az elképzelésem, vagy hát, hogy a képzelő erőm, és arra gondolhatok, hogy ugye a Marica grófnő az mindent megtehet. Tehát nincsenek akadályok, nem kell úgy éreznem magam, hogy igen, határok vannak, vagy nincsenek, és az elejétől kezdve, mikor az első aktus elkezdődik, akkor mindjárt egy olyan világba csöppenek bele, amikor ugye nekem megvan mindenem, van egy kastélyom, és van személyzetem, tényleg dúsgazdag vagyok, de viszont egy valami nagyon hiányzik az életemből, az pedig a szerelem. A Moritz Dragomir Populescut fogom játszani és énekelni. Ez ilyen aglegény, ilyen narcisztikus, inkább idősödő aglegény, aki meg akarja szerezni a Maricát mindenáron, és mindenféle manipulációt, játékot kitalál, hogy megszerezze, de sajnos a végén nem szerzi meg. Színészi szerep, de vannak benne énekelemek is, magas hangok, tehát egy baritonnak is kihívás, ugyebár én operákat is csinálok, nem vagyok egy teljesen operetténekes, de ez immáron már azt hiszem a negyedik vagy ötödik operett szerepem. Hogyan szól ez az opera szlovák nyelven? Kálmán Imre olyan gyönyörű melódiákat írt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nyelven fogjuk ezeket előadni, de ma az előadásba beraktunk természetesen német nyelvet is. Megkértem Éva Bodort, hogy énekelje a fő áriáját el németül, ahogy ezt megírták a librettisták. Mindegy, hogy milyen nyelven fogjuk ezt előadni, ezt az operettet, a Marica grófnőt, mindig valamilyen módon magaddal viszed a dallamokat haza. Kálmán Imre lánya azt mondta, az édesapám mindig azt mondta, olyan operettet szeretne megírni, amikor az emberek, ha elmennek a színházba, boldogok, és éneklik ezeket a gyönyörű darabokat.